Egy sportvetélkedő, amely nem a pályán, hanem az íróasztaloknál és a kibetítő előtt zajlott. Egy sportvetélkedő, amely több eseményből is áll, és nem az olimpia vagy éppen a labdarúgó világbajnokság okán írták ki. Egy sportvetélkedő, amelyen szóbeli és írásbeli feladatokat kellett megoldani. Egy sportvetélkedő, ami Dombóváron egy országos pályázat sikeressége okán jött létre. Kizárólag általános és középiskolás fiúk versenyeztek, 6 iskola, 14 csapata küzdött meg egymással. Ki tud többet a város híres szülöttéről, az 50-es években világverő magyar labdarúgó aranycsapat dombovári játékosáról, Buzánszky Jenő pályafutásáról, egész életéről, kiemelve benne a dombovári vonatkozásokat. A másik fő témában az is kiderült, mennyire járatosak a vetélkedőre egyébként már jó előre készülő fiúk-lányok a magyar sportolók olimpiai sikereivel kapcsolatosan. Leszűkítve a témát, a mindmáig legsikeresebb magyar szereplésre az 1952-ben lezajlott nyári olimpiai játékokra Helsinkiben. A főszervezőt és a zsűrit is kellemes meglepetésként érte a dombovári gyerekek komoly lexikális tudása. Iskolánk leghíresebb öreg diákja Buzánszky Jenő, akivel örülök neki, hogy igazgatóként is személyes jó barátságot ápoltam, és ez volt az apropója annak, hogy az ő életművéhez kapcsolódó eseményekről emlékezzünk meg. Nagyon-nagyon sok tanulnivalója volt a gyerekeknek, annyit már elárulhatok, hogy rettenetesen sok pont született az írásbelin. A Jenő bácsi életén kívül a hozzá kapcsolódó 54-es labdarúgó világbajnokságra, meg az 52-es Helsinki olimpiára vonatkoznak a kérdések, nem csak őre, hanem a leghíresebb magyar sportolókra. Mi is egy tesztet csináltunk a két forduló, az írásbeli és a szóbeli közötti szünetben. Egyik riportalanyunktól az aranycsapat tagjainak azonnali felsorolását kértük. Nem csak Puskást ismerte a gimnáziumi csapat oszlopos tagja. Lóránt, Lantos, Buzánszky, Bozsik, Puskás, Zakariás, Hidegkuti. Budai kettő? Budai, Bozsik. A város szülöttének nem közismert magánéleti szokásait is tudni kellett. Az I.S. Gyula gimnázium csapatában az egyik hőtag volt ezekből Naprakész. Pont a mi termünk, ahova mi járunk, igen. Aha. És ki van rakva az életrajza és a falra, úgyhogy nagyon jó. A Magyar Olimpiai Akadémia tagja is ott volt a zsűriben, mellette pedig helyet foglalt a Magyar Vízilabdasport képviseletében a közelmúlt sikercsapatainak élő legendája Steinmetz Barna, míg a Kemény Dénes írában kétszeres olimpiai bajnok lett. Több olyan feladat volt, ahol valamilyen vonatkozásban vízilabdázó sportoló szerepelt a kérdések között, és a többé-kevésbé jó válaszok születtek. És lehetett látni a tesztlapokon, hogy egyéb sportágat illető kérdésekben kicsit gyengélkedtek a nebulók, de a futballal kapcsolatos, és különösen Buzánszky Jenővel kapcsolatos tesztkérdésekre viszont kiválóan válaszoltak. A futball és a vízilabda változatlanul a nem sportoló gyerekek sportos érdeklődésének ma is ott van a csúcsán.